Caligula Casino. Sötét hely, sötét utca. Ott lakik a Salvatore. Salvatore nagyon buta. A rulethez. Kurva suta. Ez volt aztán a nagyon profi kezdés, de hát már CJ édesanyjának a megtakarított pénzét, azt az $1000, azt mind fölrakjuk szerencsejátékra, feketére teszünk $1000, és remélhetőleg nyerünk, Imiszkó pedig üdvözli a közönséget, és akkor nézzük, hogy győztesek vagyunk-e, vagy vesztesek. És nyertél! Erről van szó, $1000. Erről van szó? 19 és ez között fog véget érni. Fölrakok rá $1000. Egyébként írta Máté is, hogy játsszak folyamatosan szerencsejátékot, mert különben nem fog fölmenni a hazárd játék tapasztalatom, amit ugye nem kell fölvinni 100%-hoz, de én szeretnék játszani anyádat! Tehát szeretnék játszani majd esetlegesen $1,000,000 is ugyanilyen rulettet. Hát, hogyha megsokszorozzuk a pénzünket. Én egyébként akkor úgy fogom menteni, hogy tisztességesen, hogyha elbukok, nem töltöm be a játékállást. Tehát elbukom akkor az $1,000,000-omat. Fuck you, CJ már megmondta, hogy fuck you. Na még egyet fölrakok, szerencsére nagyon jól állunk anyagilag, de akkor sem kéne minden pénzünket itt elbabrálni. Szegény Norbinak alig van pár dollárja, ő mit meg nem adné ezért a sok kidobott ezresér. És megint Black! Nem hiszem el. Jó, akkor Blackre fölrakok egy ezrest. De ez is elbukik, akkor most már tényleg bunda van. Tényleg bunda van. Muszáj bejönnie. Gyerünk, muszáj bejönnie. És... ez az! Black 16! CJ! CJ elkezdett üvöltözni, hogy CJ! Lássuk még egyszer ugyanezt. Á, nem bírok rá. Ez a szerencsejáték tapasztalat emelkedett, a profi szint elérve. Maximális tét $10,000 emelkedett. Mostantól több mint 10,000-et játszhatunk. Oké, igazi függők lettünk, srácok. Jöhet a $10,000-os asztal. Na nézzük, fekete lesz, fölrakok rá $10,000-t. Bemelegítésképpen. Á, azt a rohadt mennyi pénzt elcseszek. Na mindegy. Most már ez van, innen már nincs visszaút. Vagy nyereg, vagy nem. Ez az! Győzelem, mi van, srácok? $10,000 a papának. Ennyi volt. Köszönöm szépen, így kell kezdeni, 1 milliós asztal, huhu. Gondolom előtte van $100,000-os is. Igen, ez lesz majd a következő, asztalra a 10,000-et nyertem, srácok, akkor most még egyszer próbáljuk. Nem bírok leállni egyszerűen a szerencsejátékkal, hihetetlen. Fölrakunk megint $10,000-t. Lássuk, megint fekete kell, hogy legyen. Új, fekete ló. Tűrű, ez az! Megint fekete, miről van szó, srácok? $20,000 ilyen hamar a videó kezdetén. Ennyi, köszönöm szépen. Ennyi. Nyertünk így $40,000 20-ból hirtelennyében. Ennyi. Kifosztom a kaszinódat, Mr. Salvatore. Itt meg a híres nagy kemény bajszos kecske van. Hú, de nagy jampi vagy, tesám. Na. Egyébként nyertem a videó kezdetén ilyenen is. Megy már innen, papó, én akarok most ilyet játszani. Videópókert azt nem szeretem. Na jó, van, most egy kicsit még kiélem gyermekkori vágyaimat, srácok. Hát Magyarországon élünk, mi nem tudunk ilyen profi szinten kaszinózni. Ha már élőben nem tudunk, akkor legalább itt a játékban hat kaszinózzak egy jót. Na nézzük. 69. Nem jött be. Lássuk még egyszer. Ha nem, akkor fölteszek még egyszer $10,000, mert érzem, hogy ma nyerhetős napom van. Jó, megint buktam, ez elég szar. Hát akkor lássuk még egyszer ezt a $10,000. Fölrakom a feketére, kérem! Be kell jönnie! Gyerünk, drukkoljatok, srácok! Gyerünk! Vesztettem. Hát van ez így! A szerencsejátékban vereség is van bizony, akkor felrakjuk még azt a 10,000-et. Igazából bukni valunk nincs, hogyha most is elbukok, akkor térünk vissza annyi pénzre, mint amennyi a videó elején volt. Megint vesztettem, hát ilyen nincs. Na most lesz majd a Black, figyeljétek meg, hogy a Black lesz, srácok. Black. Viszont hogyha most megint elbukok, akkor már mínuszban vagyunk a részkezdéshez képest, az viszont már nem lenne jó. Megint vesztes, hát nem hiszem el. Komolyan most már kezdek dübejönni. Ez most már nem játék, Salvatore, mennyi pénzt itt kidobok az ablakon. Videó elején még keménykedtem, hogy kifosztom a kaszinódat, annyit fogok nyerni. Na, ez az! Erről van szó. 10,000-et a papának. Lássuk még egyszer. Jó, még egyszer.
És hogyha nyerek, akkor leállok egyelőre. Gyerünk, 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 be kell húzni, be kell húzni, be kell húzni, be kell húzni, nincs mese, és... Ez az, Black Six, köszönöm szépen! Jó, akkor mit tudom, én még felrakok 3000-et. Blackre, gyerünk, Black, 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 és... Black Six, ez az! Újból nyertünk, jó van! Áh, föl akarok menni 1.600.000 dollárra. Szóval akkor megint, most meg fölrakok. 2000. Na legyen megint 3000 dollárra. Nézzük, megint Black kell, hogy legyen. És nyertem! A 29-es volt, erről van szó. És fölrakok 600-at. 600 dollárra feketére. Gyerünk, 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 CJ! My dog! Vesztettem. Ha van ez így, akkor felrakok 1200-t. Vamos, gyerünk, 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 gyerünk. Ez az! Jó, csak behúztuk és átléptük újból az 1.600.000 dollárt, átléptük tehát a küszöböt megint, és akkor kezdjük a küldetés most már tényleg. Don Salvatore, megjöttem, és Szent Márk Bistró! Ez az! Mi van, srácok? Ezt a küldetést vártam. Na, mi van? Osztrigát ettél? Vagy osztrigát? Mi a nevét? Júj! Ez meg golyó helyre dobta azt a izét. A pöcs helyére dobta. A Salvatore biztosan izét evett egyébként, Viagrát. Azt arra akartam célozni. Na mindegy, nézzük Leone úr. Ennyi. Szoros forellieket gond nélkül kicsináltam. Salvatore Leone-vel ne szarokkodjanak már, nem? Srácok, nem? Liberty City-ben lesz most egy kis balhé, hó! Na, általában ezt a kettőt használom. Te nem kell lesz ide, tesó. Te itt maradsz. Elég volt belőled, Rosenberg. Hideg vérüken, ő is jön. Az öreg áldását adja ránk. Rendben, fiúk, húzzatok el Las Venturasban azonnal. Nem lesz rátok szükségem, csak szarban lennék veletek Liberty City-ben igazából. Húzzatok el innen. Ez az, távoztak a srácok. Na szóval, fiúk, ennek a küldinek a lényeg az, hogy nem kamu, tényleg átmegyünk Liberty City-be, a GTA 3 helyszínére, tehát Liberty City-be. Utazunk ebben a küldetésben, és a Liberty City-ből jól, vagy a GTA 3-ból és a Liberty City-ből jól ismert Szent Márk Bistróban van egy kis balhé, ott kell majd rendet tennünk. Hát ugye Salvatore már ekkor még balhézott a forelliekkel, ekkor még nem csak a Leone család irányította kis Itáliát, meg Szent Márkot. Szent Márk Bistró környékén még a Forelli uralkodott 92-ben. Ugye a GTA 3 idején már nem igazán van a Forelli banda, már csak egy-két ember létezett abból a bandából, abban már arra az időre már ugye csődbe mentek, mire a GTA 3 játszódik. És hát most, igen, Salvatore-nak itt még felállt a lompos, itt még segített rajta a Viagra, 2001-ben már nem, és megbíz ennek örömére minket azzal, hogy repüljünk el Liberty City-be, és a Szent Márk Bistróból írtsam ki a forelliket, mint patkányt a tyúkok, vagy mint patkányt a tyúkolból, úgy írtsam ki őket. Oké, igazából ez egy nagyon kellemes kis küldetés, szó szerint átlepülünk Liberty City-be, srácok. Liberty City egyébként az errefele van. Hát sajnos küldetésen kívül soha többet nem tudunk visszamenni. Egyébként néztem, gondolkodtam rajta, hogy ebben a részben egyetlen egy cheatet használnék, de ugye, hogyha cheatet használnak, az egyenlő azzal, hogy 100%-ot már nem adná be nekem a játék, hogyha meg is csinálnék mindent. Szóval ez alapból kilőve. Másik szempont meg az, hogy nincsen kidolgozva teljesen Liberty City itt a San Andreasban, tehát csak azt a részt csinálták meg, ahol a Szent Márk Bistró van. Ugye néztem a YouTube-on különböző videókat, hogy így át lehet ugrani a kerítésen a Szent Márk Bistrónál, és akkor azt hittem, hogy lehet futkozni Portland területén, de nem lehet, egy kicsit elfutunk és akkor kizuhanunk a világból. Szóval semmit nem tudunk csinálni Portlanden, tehát tök értelmetlen lenne így ez a küldetés.
Rendesen, egy küldi erejéig elmegyünk, és rendet teremtünk a Szent Márk bisztróban, kicsináljuk a forellieket, Don Salvatore pedig megfizet minket valami 10.000 dollárral körülbelül, remélhetőleg. Bár mondjuk jelenlegi költségvetésünk mellett ez nem olyan hú de nagy összeg, de hát majd amikor már 1 millió dollárt is föl tudunk tenni a ruletten, srácok. Hoho, jajaj, erre kéne jönni amúgy. Na mi lesz? Túlhaladtam, vagy nem jó helyen mentem? Igazából? Jajaj, le ne zuhanjon a vezérgép. Valami gebasz volt akkor. Nem jó helyen járhatok. Mi a szar van? Tovább szerintem már nem is tudném menni. Hát jó, én repülök tovább, de tovább szerintem ki sincs dolgozva a pálya. Nem kellett volna még átdobni engem Liberty Citybe? Most nem azért a 2 forintért mondom, de nem kéne még ott lennem Libertyben? Oké. Szerintem inkább forduljunk visszafele. És biztos van valami piros jel, amin át kellett volna mennünk, vagy valami volt. Csak én nem mentem megfelelő irányban. Ó, várjam. Egyébként ebben a részben minden bizonnyal ez az egy küldetés lesz, mivel ez nem lesz egy túl hosszú rész. A következő rész már annál inkább, ugyanis abban a részben nem fogok nagy titkot elárulni, kirámoljuk a Caligula kaszinót, ezt mindenképpen külön videóban akarom megcsinálni, ahogyan csődbe visszük Don Salvatore-t. Egyébként lehet, hogy túl magasan repültem például. Nem, ez sem lehetett a gebasz. Akkor nem tudom, mi van, nem tudok átmenni, srácok. Mi a szar van? Nem tudok átrepülni Liberty Citybe. Most vagy bugol a játék, vagy nem tudom, hogy mi a tökön van. De tök komolyan mondom. Na, ez az, sikerült, át kellett haladnunk a checkpointon, és itt vagyunk Szent Markban. Így van, most már mindannyian tudjátok, hogy miről habogtam, hebegtem az előbb. Itt vagyunk Portlandben, a Szent Marco bistróban. Hoho. Nagy hó van most Liberty Cityben, elég szexi, és itt vagyunk benn. Csak meghívottaknak. Ó, igen, Leone úr mást mondott nekem, tesóm. És közben, pillanatszünet, muszáj egyet innom. Gracias, köszönöm. És akkor most kivégzek mindenkit. Oké, kifikázott engem? Ki mondta azt, hogy Don Sali, vagy Don Salvatore egy szar? Oké, most legyetek nagyon pik. Ez az olasz klasszikus zene, nyami. Csak copyright ne jöjjön rá. Jujjujjujjuj. Ohoho, hogy kicsináltam a szarcsimbókokat. Ki keménykedik itt még? Hogy áll a fegyvertapasztalat, ugye? Most fel akarom fejleszteni az úzimat. Tűrűrűrűrű. Tűrűrűrűrű. Tűrűrűrű. 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 Hú, de szexi festvények vannak itt, kérem. Hát Soti, az én Sotim szerintem jobb. Mit isznak ezek? Sprung? Sprank! Vagy Spring? Vagy mi volt erre ráírva? Sprung? Az egy okádék ital! Jajaj, megijesztett ez a busman. Gyere ide, tesóm. Gránáte? Nincs nálam gránáte. Tudjátok, mire gondoltam. Jó ét! Tűrű. Kár, hogy már csak ilyen kevés minigunom van. Ez aztán tényleg rohadtul erős fegyó. Ajjaj. Ajjaj. Reérezzed az ütemet. Rázd meg a testedet. Érezzed az ütemet. Tűrűrű. Mit csóválsz itt, tesó? Meg sem mozdulsz. Welcome to America. Ez aztán lefagyott. Aha, lószart fagyott le. Lószart fagyott le. Jó volt az álca. Ajjaj. Ott egy papó. Farkas szemet nézünk egymással. Tűrűrű. Tűrűrű. Jó nagy fejed van, bátya. Az igen, leguggolt. Az komcsi. Még egyszer, az megint leguggolt, hihetetlen. És nem tudom szétlőni ezzel, na mindegy, gyere ide, tesó. Ja, ezért nem tudtam én lelőni. Aha, most nem ment meg semmi, mosolyog. Mocskos homár. Azt hittem, hogy bugos a játék. Na mi ez? Mi a szar van itt egyébként a Szent Marco bistróban? Kicsit robbantgassunk már. De amúgy tényleg, az mi?
Ezt valaki ide szarta? Vagy mi az Isten nyila ez? Most tök komolyan, srácok. Ez biztos nem kenyér. Érdekesen néz ki. Na mindegy, itt vagyunk már is kin. Hogyha ezt a pár ratyirambót megöljük, az azt jelenti, hogy távozunk is. Ennyi volt a Liberty City-s pályafutásunk. Megpróbáltunk még sniperrel egy kicsit túlnézni. Ugye nem tudunk nagyon tovább menni. Itt van, lenne hack, hogy át tudunk ugrani a kerítésen ilyen magasugrás, vagy lekérjük a jetpacket. De ha tovább mennénk sem érne meg, mert igazából nem tudnánk semmit sem csinálni itt Portlanden, szóval tök fölösleges. Mennénk kb. 3 métert, aztán kifagyna a játék. Higgyétek el, én meg akartam csinálni, néztem is róla jó pár videót, de ez sajnos lehetetlen. Dögölj meg, és már csak az az egy homár van életben. Gyere! Te veled leszámolok! Te veled külön számolok rá, buzikám! Gyere ide! Gyere ide! Gyere, gyere, gyere! Hadd szóljon a zene, legyen mindig szerencsém. Jajjaj. Mit hozott a télapó? Ajjaj. Hoho. Hoho. Ó, a kis CJ. Kisfiam, hát mi ez a piros gomb? Én nem tudom. Szerintem ez valamilyen, ilyen távirányítós repülőgép vagy hajó. Nyomjuk meg, biztos elindul. Jó ét. Szarjankó. Ennyi volt, srácok. Kicsináltam az összes homokost itt Liberty City-ben. Ez pedig azt jelenti, hogy irány vissza Las Venturas repülőterére. Tűrű, tűrű. I don't so. Tűrűrű. Régen mennyire örültem neki, Istenem, hogy át lehet menni a GTA San Andreasba egy küldetés erejéig a GTA 3. főhelyszínére. Egyébként kettesen van a rádió hangereje? Akkor jó van. Csak az én hangfalamon volt a hangerő egy picit magasan. Egyébként nem lenne szerencsés a vízbe esni, mert amíg nem érünk vissza a repülőtérre Las Venturasban, addig gyakorlatilag nincs kész ez a küldetés. Bár innen elcseszni eléggé nehézkes lenne, azért bármi megtörténhet. CJ már elvégezte mondjuk a repülős iskolát, csak nem hibázik, és a repülési tapasztalatunk emelkedett közben. Tűrű, azért nem kéne szarakodni, és már itt is vagyunk gyakorlatilag Las Venturasban. CJ 101-es járat mindjárt engedékér a leszállásra. Jó, hamar visszatértünk Las Venturas területére igazából. Mindjárt itt vagyunk ugye a repülőtéren, igazából a repcsivel haladva. Nem tűnik olyan nagynak az út. Na itt vagyunk. CJ. 101-es járat Liberty Cityből. Leszállási engedélyt kérek, leszállási engedélyt kérek. Leszállás engedélyezve a 3-as kifutópályára. És... ennyi volt a dal. Küldetés teljesítve, 20.000 dollár. Ez igen, Don Salvatore. Maga egy igazi úr. Egy igazi perfekt, meg minden szar. A küldetés teljesítve, és hívnak minket. Oh bro! Sweet! Mi van veled, tesám? Cellába ragadtál. Tesó, meséljél. Kendall persze, biztonságban van, vigyázok rá. Továbbra is örömlánykodik. Nem, tesó! Ne add fel a küzdelmet! Keményen dolgozok, bármiben is kerüljön, kiszabadítalak onnan. Tarts ki, tesó, tarts ki! Nagyon sokat melóztam már eddig, hogy kiszabadítsak Sweet! Shit! Akkor is ki fogjuk szabadítani Sweetet, srácok. Ugye ő még mindig a börtönben rohad. Azóta, hogy Smoke és Ryder földobott minket a Ballasnak. Szegény Sweet azóta börtönben rohad. Jajjaj. Hú. Majdnem bepánikoltam, igazat megvalva. Hát ez csúnya volt. Glory, glory, hely, de ostoba, halál! Hú, mennyi civil lefutott. Na mindegy, nem cseszem fel magam, igazából a fegyvereim megmaradtak, szóval nincs nagy tragédia. Pénzemet se vonták le. Igaz, meme?
Ez igen, le se szarja, hogy megütöttem. Maga mit képzel magáról? Maga mit képzel magáról? Jöjjön ide rökvest. Na megint megkapjuk a hívást, vajon ki lehet az? Drágám, csak semmi buzulás, Mr. Leone. Na, ennyi, kemény volt a Mr. Leone. Semmi esélyük nincsen, kicsináltam őket. Ja, hogy őket is elküldtem, oké. Szüneteljünk egy darabig. Viszlát, Mr. Leone, addig Mariával kamatyoljon egy sort. Én pedig a következő részben ki fogom rabolni azt a nyomorult szar kaszinóját. Ugyanis igen, srácok, a következő részben Caligula kaszinót fogunk rabolni. Már alig várom, hogy kiraboljuk azt a kaszinót, és meggyalázzuk a Don Salvatore-t. A GTA 3-ban már kinyírtam az öreget azért, mert kicseszed velünk. Nyilván a GTA San Andreas-ban nem nyírjuk ki Salvatore-t, mert akkor sok értelme nem lenne a GTA 3-ban való szereplésének. De most csődbe visszük az öreget itt Las Venturas-ban, kiraboljuk a kaszinóját. De mindezt a kövi részben, srácok, mondjuk egy jó kis kaszinózás, meg egy valami még belefér ebbe a részbe. Azért még túl rövid lenne ennyi. Starting your meet. Last day. I. Starting your meet. Tiri-ti. Tiri-stishanoma. Tiri-ti-ri-ti-ri-ti-ri-ti. Oki. Felvéve. Mentés következik, jajajaj. Mentsünk egyet ide. Rendben. Még egy telefonhívás, ki lehet az? Na mi van, Woozy? Na. Még szép, hogy megcsináljuk, tesó. Elküldtük Rosenbergéket. Salvatore bízik bennünk, találkozunk a sárkányoknál. Later. Oké. Later. Mert minden. És alig, ha nem, most ugye mentettünk egyet, de hogyha nem csinálnám meg én most ezt a sárkányos izét, akkor egyből mehetnénk, hogyha minden igaz, át Los Santosba. Ez pillanatokon belül kiderül, ugye most mentettem is egyet, addig szerencsejátékozok egyet, nézzünk egy rulettet. Mennyi, nem papa? Ez az én asztalom. Fölrakom a 10.000 dollárt, amit Salvatore-tól kaptam. Most toljuk legalább föl egy kicsit a kaszinó tapasztalatunkat. Pörög, és egyre jobban pörög. És ez az, megint nyertem, srácok, erről van szó. Mi van? Jó, akkor most arra fogadok, hogy 19 és 20 között, vagy a 19 és 36 között fog véget érni a szám. Gyerünk, be kell jönnie. Megint nyertem! Haha! Mi van, srácok? 40.000 dollár. A semmiből 40.000-et nyertem. Ennyi. Vagyis hát 20.000 dollárt nyertem pluszban, ugye? 1.620.000-ről 1.640.000, és ezt a 96 dollárt gyorsan elszórjuk, hogy szép legyen a pénzösszegünk. Játsszunk még egyet, most mi tart vissza igazából. Ezt levesszük. Megint a feketére rakok föl 10.000 dollárt, nekem a fekete a Riviera. Általában mindig ez nyerem úgy. Nálam legalábbis. Na nézzük. És nyertem, erről van szó. Nem hiszem, megint én nyertem. És nincs megbundázva pedig. Az igen. Akkor gyorsan keresünk, ennél mennyire lehet játszani? 10.000 dollár ugyanúgy. Jó, hamarosan most már fölteltünk szerintem 100.000 dollárt is. Ott már lehet jó kis summákat nyerni. Srácok, fölfogjátok, 1.650.000 dollárunk van. Azért el akarok baszni 96 dollárt, hogy úgy egészben jól mutatna az a pénz. Ezt a 96 dollárt átvenném élőben. Ó, most én nem fog bedobálni annyi egy dollárost. Na nézzük át, hogyha itt is szerencsénk lesz, és nem. Itt nem lett. Ide mennyit kell bedobni? 5 dollárt. Menj innen, tesó! Menj már el innen! Persze, hogy foglaltad az asztal. Videópóker olyat nem akarok játszani, akkor játszok az 5 dollárosnál. Akkor is leviszem ezt a pár dolláromat. Ez nem is 5 dollár volt, hanem 20. Na mindegy, nézzük most. És Baszki! Azt hittem, hogy nyerek. Egy pillanatra megállt a harmadik 69-es is. És nem volt akkora mákunk, hihetetlen.
Na, nézzük, szőlő. Ez most vesztes. Lássuk még egyszer. Ilyen asztalnál is nyertem már egyszer valami 100 000 dollárt az egyik részben, emlékezhetünk. Ha nem is annyit, de nyertem. Ez is bukott. Nézzük még egyet. Mert akkor 15-1 dollárosat játszok ezután. Jó van, akkor még 15-ször játszok egy 1 dollárossal. Jaj, mi a szar volt ez? Várjunk. Heh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 
50 dollárt is levet, nem hogy 1 dollárt. Ennél meg már játszana, na most én is fölrakom újra a 10 000-et. Ide rakok egy 10-est. Ezúttal is. Megfogadom, gyerünk, gyerünk, gyerünk. És vesztes. Legyen a feketén akkor a 10 000. Ha lehet, hogy most lebukom a pénzemet, amit nyertem. Na nézzük. És ha írítál egyébként, srácok, hogy mondom ezt, hogy és, akkor szóljatok, baszki. Mert ez általában szerencsét az, úgy veszem észre, hogy itt mondogatom, hogy és. Figyeljétek meg most amúgy, hogy most, hogy a pirosra rakok föl, tudja, hogy nem a piros lesz az. Érzem egyszerűen, hogy ez most fekete lesz. Na mit mondtam, srácok? Akkor most lesz az. Mennyit rakjak föl? 9 000-et? Oké, 9 000 dollár. Gyerünk, 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 vamos! Vesztes. Jó, akkor egy 10 000-es még rámegy a feketére. Gyorsan elcsesztem ezt az 50 000 dollárt, most nem azért. Nem azért a 2 forintért. És. A kurva életben most már kezdek ideges lenni, akkor sem adom fel. Amíg nem nyerek, nem ér véget ez a rész, nem érdekel. Most már muszáj lesz nyernem. Nem hiszem el, hogy mindig bukok. Gyerünk már, most meg a nullát adja be. Behalnék amúgy. Persze, red 3, alig csalás. Várja, én elmegyek innen, mert az asztal csal. Ennél nem nyerek, ennél nőcinél szoktam én nyerni. Na majd most, ennél nyerek, figyeljétek meg, srácok, ennél muszáj nyerni. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Beszorok. Ez 100%, hogy bunda. Akkor sem adom fel. Nem érdekel, hogyha 1 órás is lesz ez a rész, akkor is nyerni fogok. Ó, most már persze, hagyjál már, 100 000 dollárt bukok el, már 80 000-et elbuktam. Ez már tényleg black kell, hogy legyen. Hogyha nem, akkor újra betöltöm a játékállást, engem nem érdekel, nem csesztek ki velem. Leesheted, vúzi majd, na ez az, majd vúzit meggazdagodik pont az én pénzemből, aha. Tudjátok mikor. Na gyerünk és emelkedjen már hozzád játék tapasztalatom amúgy. Megint vesztes. Hihetetlen. Nyomorult szerencsejáték. Gyerünk, 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 gyerünk. Ez az, Black 4. Most már talán emelkedik lassan a tapasztalatunk is amúgy. Na gyerünk, ez is megint Black lesz. Ez az! Újra visszajött az én formám. Mi van? Még 10 000. Nem, nem, megmondom őszintét. Megmondom őszintét, azt érzem, hogy most piros lesz. Most azt érzem, hogy piros lesz. A redre fölrakok 10 000 dollárt. Na nézzük, nézzük, nézzük. Piros, 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 piros. Piros a pipacs virága. Mit mondtam, srácok, hogy piros lesz? Jó, visszanyertek az 1 600 000 dollárt. Welcome back, sir. Na majd ez lesz megint fekete. Azért most jól megéreztem. Na nézzük, vissza akarom nyerni a pénzt, amivel idejöttem. Azt a 1 620 000 dollárt, legalább azt nyerjük vissza. Hát ez nem nyert, na majd ez. Gyerünk, CJ, toljad föl azt a 10 000 dollárt mindig. Ladies and gentlemen, és megint vesztes. Jó, most már Blacknek kell lennie, hogyha ez megint bukik, akkor újra betöltöm és leszarom. Gyerünk.
Jó, ez az Black Six. Jó, és mikor lesz már annyi pénzem amúgy, hogy izé mehetek a 100.000 dolláros asztalhoz? Mert most már jó lenne, megmondom őszintét. Ez az! Megint nyertem. És most megint nyerni fogok. Mert miért ne? Middle Brax, please. Red Tree, nem hiszem el. Ez olyan hülye hangzik, hogy Red Tree. Na bár nem fogom újra betölteni a játékállást, megmondom őszintét, mert egy csomót szerencsejátékoztam. Most lemenne az izé a tapasztalatom, amit így szereztem. És ez az, jó. Na még egyszer. Na most már tényleg feladom ezután. Csak úgy imádok nyerni. Veszteni már nem annyira. De hát az is a játék része. Komolyan mondom, mekkora függő vagyok, már hány perce itt játszok. Ez az? Jó, ez is bejött. Oké, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Ja, hát akkor legalább a tapasztalatom emelkedett. Bár unblock buktam 10.000 dollárt. És akkor nézzünk egy olyat, hogy 65,24%-nál tartunk amúgy. 30 órája megy lassan a végigjátszás. 99 küldetést csináltunk meg eddig. Gondolom ebben benne vannak a nem fősztoris küldetések. És akkor most két küldi van a Caliguna kaszinónál. Először is mentek gyorsan kettőt. És megnézem, hogy mi lesz majd. Hogy egyből most már az a küldi lenne amúgy, hogy visszatérünk Los Santosba. Kíváncsi vagyok, szerintem az a küldi jönne amúgy már rögtön. Én azt mondom, megmondom őszintét. Na nézzük. 100%, hogy az a küldi jön amúgy. Hogy most térnénk vissza Los Santosba. Na. Hitman, hol érzed magadat? Ez nem valamelyik film. Oké. És... Háza hegyen, bizony! Bizony! Ez már az a küldi lenne, srácok, hogy visszahúzunk Los Santosba. Azt a rohadt. Hamarosan visszatérünk Los Santosba, srácok, pár részen belül. A kövi részben ugyanis kiraboljuk a kaszinót. Aztán megcsinálok pár mellékküldit, és utána fogom ezt a küldetést elindítani. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, srácok. Nagyon közeledünk a játék végéhez. Vészesen közeledünk. 65,24%-nál járunk. Imiszko lettem volna, köszi a figyelmet, sziasztok!